idén már nincs papír alapú regisztráció. Csak az interneten jelentkezhetnek az egyetemekre és a főiskolákra a középiskolások. A határidő február 15-e, éjfél. A Győri Széchenyi István Egyetemen az őszi szemesztertől több új képzés is indul. Ezekről beszélt az egyetem főtitkára dr. Kovács Zsolt. A műszaki területek egy új képzés, és valószínű, hogy egy sláger képzés lesz a jövőben, az a logisztikai mérnöki alapképzés, illetve a műszaki menedzser-mester képzés. A jogi képzési területen az igazgatási, közigazgatás szervező, illetve az igazságügyi igazgatási szervező, ami teljesen új alapképzési szak. A főtitkár elmondta még, hogy a Széchenyi Egyetemre nagyjából ugyanannyi jelentkezőt várnak idén, mint tavaly. Az oktatási hivatal szerint a felvételi alapdíja nem változik, 3 jelentkezési helyért továbbra is 9000 forintot kell fizetni. Ezen felül 2 helyet jelölhetnek meg a tanulók, amelyek egyenként 2000 forintba kerülnek. A felvételi pontszámítással kapcsolatban a diákok a felvi.hu-n találhatnak további információkat.